Komplex tudásközpont kiépítésén dolgozik a Nyíregyházi Egyetem. A szakképzési törvény változásával ugyanis lehetőség nyílt arra, hogy a végzett okleveles technikusok 30 kreditet tovább vigyenek a felsőoktatási tanulmányaik megkezdésekor, és így könnyebben elvégezhessék az egyetemi képzést. Ennek egyik első lépése az intézmény és a szakképzési centrumok közötti együttműködési megállapodás aláírása. Az a célunk, hogy a megye összes szakképzési centrumával kössünk szerződést. Megkötöttük már a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal, az Agrár Szakképzési Centrummal és ma a Kisvárdaival, és még a Máté Szalkai Szakképzési Centrummal szeretnénk a jövőben. A cél az, hogy a szakképzési törvény változásával a végzett technikusok egy emelt szintű érettségét fognak kapni a technikusi végzettséggel, és ezáltal könnyebben bekerülnek a felsőoktatásba. Cél az is, hogy a Nyíregyházi Egyetemet válasszák, és helyben folytassák tanulmányaikat. Nagyon sok ágazatban találtunk együttműködési pontot, elsősorban mechatronika, gépészet és egyébként közgazdasági ágazat az, ami talán a leggyümölcsözőbb együttműködést hozza. A Petőfi Technikum Fehérgyarmatról az ország egyik legjobb közgazdasági középiskolája. Azt gondolom, hogy velük kapcsolatban fogunk a legtöbbet profitálni ebben a történetben, de remélem a többi iskola is hasonló sikereket ér el majd. A Kisvárdai Szakképzési Centrumban jelenleg több mint 3000 fiatal tanul. Őket közel 240 állandó pedagógus és több mint 50, főleg mérnök végzettségű óraadó tanár oktatja. Utóbbiak a szakmai tantárgyak órán segítik a diákokat.